Sziasztok, szép estét! Üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és egy kicsit piszkáljunk még a Settlers-t. Az első küldetés alapján nem igazán akarnék most feltétlenül pálcát törni a játék felett. Alapvetően tetszett, szóval nincs is miért, de kíváncsi vagyok a folytatásra, hogy milyen is lesz. Úgyhogy ezt fogjuk még egy kicsit próbálgatni, megnézegetni. Aztán meglátjuk, hogy hova alakul a történet, meg ugye az egész campaign. Kampány. Hát ez lesz. Oké, szóval szép estét. Ma sleep tel van. Hát ilyen, nyilván ettől nem fogok aludni valószínű, de ránéztem a boltra, a boltban. Jól nézett ki? Gondoltam megveszem, megkóstolom, ilyet még nem ittam. Na. Úgyhogy akkor kezdjük is el. Lift zene. Okay. Continue the campaign at the last point. Hát igen, ott hagytuk abba, hogy kikreselt a játék. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog okozni a visszatöltésnél? Elder's Reach truly is a place of magnificent beauty, but a feeling of mystery seems to accompany every step. Elder's Reach. Welcome back. I've started with the first draft for a map. Gondolom, akkor onnan folytatjuk. But it seems that the Maru were telling us the truth. This truly is a beautiful place. You think? For me, one place is just as good as any other. I'm just sick of all the traveling. Seasick? Again? Pah. Well then, I suggest we get to high ground and get a good look at our surroundings. Well, can't we just stay here? I doubt the Maru will let us stay here. This place is holy to them. All right then. I'll make sure the workers do their best to fill our stocks, in case we need to leave in a hurry. Maybe we okay. should pay our hosts a visit. Their settlement is not very far from here. All right. It'll be fine. Our scouts discovered a landmark. Jó, akkor ez a Act 1, tehát nem dobott vissza a tutorial elejére. jó. Helyette mehetne Diablo 2, nem. Az most büntetésben van. A Diablo 4-en gondolkodok, hogy bétázni kéne. De nem tudom. Na mindegy, majd meglátjuk. Oké, szóval send units and explore the island. Oké, hát akkor... ahhoz kellenének... De milyen units? Most itt vannak ellenségek amúgy? Ezen gondolkodok. Itt van pékség. Itt van malom. Itt van egy farm. Nem valami nagy. Oké, itt egy... favágó. Vadász. Ott a sirloin steaket. Már csapatja is be a... Nagyon jó. Házak. Házak. Guild Hall. Csak körülnézek, hogy mi van, mert... Itt is favágók. Kivágjuk az összes fát. Itt van a HQ. Jó. Meg itt van még kőfejtő. Enemy in sight. Nagyon jó. Hol? Ajátok picsáját. A bocsánat. Esélyünk nem lesz. Hát nekem is hiányzik segít Adri. Rajta vagyok az ügyön. Idővel meg lesz.
Mikor csináltam meg a küldit? Itt volt egy, hogy send units. De én nem küldtem senkit. Te nem indult... Hát, questet még ilyen könnyen nem csináltam meg. Go back to headquarters. Na, várjátok, hagyunk itt pár egységet. Ennél azért többet. Misztikus bogarak. Hát, az nekem is. De most ilyen felderítőink nincsenek amúgy. Ez egyik se az. Our scouts discovered a landmark. Landmark? Hol? Nem, ez a quest. Ezek banditák, ugye? Gondolom. Hát, vagyunk ez elegen. Ők öten vannak, mi meg többen. Ja, bug. Hát... Igen. Most jött egy 3 gigás update egyébként ez a játékhoz. Pont stream előtt frissítettem le. Te a bothoz is van? Kattingattam valamit Windowsba. Lehet, hogy most működik a csatipont, majd próbáljátok már ki. Nem garantálom, mert fogalmam sincs, de... igen, akkor nem működik, jó van. We stand together. Oké. Menjünk erre tovább. Ide kéne valahogy eljutni. Gondolom. Ezek a maruk, tehát ők a haverok, elvileg. Ők is azért vágják az erdőt, rendesen. Ja, küldtél pull requestet? Oké. Itt van az ellenség. Igen, ezek már többen vannak. Jajjaj. Ebből baj lesz. Enemy in sight. Shit. Our army is under attack. Nem fog odaérni az erősítés. Az igen, és így megálltak. Úgy voltak vele, hogy rohadjatok ti meg. Ez feltép szomorú. Lehet ezt most nem most kéne csinálni amúgy. Hiányzó parancsok bekerült, nagyon jó. Ja, szerintem ezek csak itt így járőröznek, vagy nem tudom. Enemy in sight. Ennél nagyobb sereg kéne ehhez. Ja, hát fölösleges ezt most csinálni, amúgy. Ja, hát igen.
Ja. Csak tényleg ez a baj, hogy most így nem maradt seregem. Ezért nem volt, ez semmi értelme nem volt ennek. Jó, megyünk tovább. Puti? On patrol. Enemy in sight. Duty calls. On patrol. És ez meg egy fogadjunk egy zsákutca lesz. Ah, gondoltam. Na mindegy. Ja, akkor ide le se lehet jönni. Ezek szerint. Ide a marukhoz. Hát, ha csak nem e... Hát... Ja, lehet, emelre le lehet. Na mindegy. Hát próbáltuk meg visszajönni. Lesz, hogy lesz. Jó. Barakon van. Oh, hogy nézett ki a barak? Nincs barakkom. Bocsánat. Na mi a helyzet? What is going on? I just received word. We've encountered bandits, and quite a few of them. Here? I thought this place was sacred ground. That doesn't matter now. We need to prepare to defend ourselves. First we have to leave our homes, and now we face enemies again. Why can't we just live in peace? Remember that no roof can be built during a storm. We need to stay focused. I will notify the Maru, but from what I've seen, they are absolutely defenseless. We need to figure out how to protect our people. I will continue to explore the island, and I'll start to train some scouts too. Reach the ancient tomb. Oké, okay. Csak gondolom, hogy igen, ez enemy territorium vezet át. Jó. Na, viszont mondta, hogy kell akkor military. Meg scout. Jó, ezek mérnökök. Őket elküldjük ide kilútolni a helyet. Igen, Nevermind, láttam a bejelentést a Shadow of the Air Tree. Amint kijön, azonnal. Jó. Mit is keresek? Igen, a Guildhold, Engineer vagy Adventurer. Hát ide a scouting kell. Most ugye. Hát Engineer szerintem most nem kell. Legyen 3 scout. Az kell fa, ahogy látom. Úgyhogy hoztak is a fiúk fát. Oké. Okay. És akkor csak kéne hadsereg. Ha már így elrontottuk. Igen, training ground, viszont ahhoz kéne fegyver is. Van fegyverem? Hát nem nagyon. Hát valamennyi van. Na mindegy, azt a valamennyi fegyvert elhasználjuk. Recruitment complete. Hát... ide letesszük. Hát na jó, nem... Tehát meg valószínű az ilyen...
este 7-kor vagy 6-kor jön ki, Steamen akkor szokott megjelenni. Most, hogyha nem is aznap, mert lehet, hogy dolgozok, vagy ilyesmi, de tudom én, azon a héten biztosan fogjuk pörgetni. Ahogy a From Software-es DLC-ket ismerem, szerintem fogunk vele időzni egy darabig. Persze, előről kezdjük a Dark Souls-t, jaja. Hát mennyit játszottam vele, egy 2 órát? Persze, elkezdjük előről. Jó, és akkor, hogy is van, ehhez kell pajzs, ez balta, fejsze, ez meg ilyen, igen. Jó, hát ember van elég, szóval szerintem az rendben lesz. Jövő hét kedden lesz a stream. Hát szerintem lesz. Nem látom most, hogy miért ne lenne. Na, megvannak a scoutok. Na, ez hogy is van? Ja, ez nem ezek az árcserök, bocsánat. Ja igen, mert ezek láthatatlan. A Sherit Adri, én az a szülinappal úgy vagyok, hogy nyilván keddi nap, tehát ugyanúgy dolgoznom kell. Hát nem az, hogy kell, hát nyilván vehetnék ki szabad napot, vagy ilyesmi, de nem különösebben más, mint bármi másik nap. Ilyen értelemben. Na én most a mérnökök keverednek. Jó lenne felfedezni, kéne bánya is. Na, haladjunk. Még ezeket kiképezzük. Ezeket csak azért rakom ide le, hogyha netán jönnének kalandozni a szomszédok, akkor ne legyen gond, hanem akkor legyen seregünk. Na, viszont ezeket a scoutokat akkor átdobjuk ide. És akkor scoutoltatjuk őket. Speciál stream lesz? Még az is lehet. Valami gyerekkori kedvencemmel játszok. Na, ezt majd még kitalálom. Mert van egy pár, ami ilyen érdekes lehet. Jó, de közben terjeszkedjünk is. Is there something to do? Can I carry more? Erre pont nincs semmi. Úgyhogy. Recruitment complete. I can build almost anything. Mégis volt ez. There's nothing I can't carry. Hát mindegyik kiterjesztjük teljesen, csak hogy legyen hely építkezni. Settlers a gyerekkori kedvencem. Mondjuk igen, az biztos. De volt pár nagyon sok, tehát volt pár olyan játék, amit nagyon szerettem, és amúgy elérhető. Sőt, van olyan, ami meg is van, konkrétan. Enemy in sight. Quietly. Enemy in sight. Ready to explore. Enemy in sight. Hát igen, ez egy rendes. Enemy in sight.
Ja, én nem a piracy miatt gondolom, hogy megvan Steamen, vagy valahol, hanem azért, mert ott úgy ki is van olyan értelemben tesztelve, hogy tehát ami oda fölkerül, és ilyen nagyobb fejlesztő játéka, mint például a Settlers is, mondjuk az nem Steamen van, hanem Ubisofton, azok ki vannak próbálva. Meg nem az, hogy újra van implementálva, vagy ilyesmi, csak na, tényleg az rendes. Ez nem azt jelenti, hogy amúgy nem lenne az. Nyilván ott is azért kipróbálgatják az ilyen különböző cloud, mint ami írod is azt a linket, ott is nyilván ezek ki vannak próbálva, csak nyilván, hogyha a fejlesztő teszi föl, vagy a kiadó, akkor az biztos, hogy jó. What's up? Hát igen, a Worms is. Igen, az mókás játék volt, emlékszem. Nem is tudom, gondolom az újabbakat már lehet online is játszani. De... ja, mókás volt. Na mindegy, szóval tényleg nem a piracy itt a probléma. Hanem tényleg az, hogy működik-e vagy sem. Inkább ez a... Valami termel itt nekünk fegyvert. Csak nem vettem észre. Hát nincs semmi. Nope. Jó. Itt potyáznak a ellenfelek. Need an ambush. Jó, itt a scoutokkal felfedezzük ezeket a területeket. Nem tudom, hogy mennyire tudunk enemy territoryra behatolni. Ha mozognak, akkor látszódnak. Tehát igazából nem különösebben jó ötlet. Tehát inkább a madarakat küldjük. Hát igen, DOSBox is van, persze. Az is megy. Recruitment complete. Jó, na hát ez a hadsereg már azért megvédi a falut, ha olyan van. Hát itt most terjeszkedünk délfele, ami nem biztos, hogy jó ötlet, csak eljövök itt egy pár katonával, csak mert itt a claim terület szerzés az kicsit lassabb, mint maga a mozgás, úgyhogy picit mozgunk, megnézzük, hogy erre mi van, hogy egyáltalán érdemes erre jönni. Recruitment complete. Deposit depleted. Ja, itt lehet átjönni a izéhez. Oh. Oké. Igen, nincs fa. Jó. Hát erre kéne mintha itt lenne valami bánya terület. Itt már csak a tengerpart van. Igen, és akkor itt van a maruknak a területe. Maru piac. És akkor piacon lehet? Ír valamit. Outsiders are welcomed. És vigyek neki 500 coint.
Ez nem tudom mi. Mindegy. Coinunk sincs. Jó, hol vagyunk? Itt vagyunk. Jó, hát ezt a tengerpartot szerintem nem annyira akarnám beklémelni. Inkább eljönnénk erre, és akkor ezt a bányaterületet fosztanánk ki, mert itt az égvilágon semmi nincs, max építkezni tudnánk, de az meg annyira nem egy. Hát, lehet, hogy elmegyünk akkor északfele. Ja. Itt északfele elindulunk. Ugye ellenséges terület itt van. Próbálom itt szépen földerítgetni, hogy... hogy mekkora. Itt már vége is van. Enemy in sight. Aha. Hát, talán nem is olyan hatalmas. Ready to explore. Enemy in sight. Nem tűnik olyan vészesen nagynak. Nem kicsi persze, meg ki tudja még erre mi van. Hol van a negyedik scout, akit küldtem? Ez a szívás, hogy nem látszik. És a mapon sincs. Lehet, hogy itt van valahol. Ready for duty. Just one more delivery. Reporting in. Ja nem, itt van. Ja. Akkor nem mozgott sehova. Négy ide küldjük. Nem tűnik olyan vészesen nagynak, that's what she said. Így van. Jó, mondom, akkor ez az ősi sírhely. Valószínűleg ez úgy tudunk oda jutni, hogyha kiírtjuk itt ezt a... ezt hát őket. Igen, hát ez igen, régen ez így működött. Jó, szerencsére már nem így működik. Oké, akkor... Jó, itt megvan ez a bányaterület, úgyhogy akkor ezt itt most... Fel kéne deríteni, hogy micsoda. Ennél jobban én nem látom értelmét terjeszkedni, mert tényleg itt az égvilágon semmi nincs. Ha esetleg a terület kevés lenne, akkor persze lehet, de nem hiszem, hogy ekkora falu kéne nekünk most. Bánya viszont annál inkább. Úgyhogy azt mindenképp fejlesztenénk. If there's a job to do, I can get it done. Resources found. Resources found. Kő. Hát, annak annyira nem örülök. Az a helyzet. Abból fegyvert nem fogunk tudni csinálni. De van bogyó. Nyilván kell majd kő is, csak... Na mindegy, terjeszkedjünk erre egy kicsit. Hát nem termel fegyvert, semmi. Csak olyan fura volt, hogy hirtelen lett még. De lehet, hogy az a loot, amit behoztunk a... innen a bázisról. Vagy a, hát a banditáktól. Hát igen, kéne bányaterület. Na hát, ha itt lesz valami.
target. Jó, fánk az van. Mármint nem fánk, hanem fánk. Meg jól jön egy pár fánk is. De van fa, van kő. Jó, hát kalapács, ha kéne még mérnök. Hát, szerintem ennyi mérnök elég lesz. Minek kéne több. Végül is háborúba megyünk, szóval. Enemy in sight. Most azt nem tudom, hogy a kaja az minek. Ha van amerikai rendőr, a közelben lesz fánk is. Hát igen, az ilyen alap. A rendőr fánkkal működik. De tényleg kaját mi most miért termelünk? Ezt nem értem. Kinek kell a kenyér? Mert eddig nem kellett, ezeknek az épületeknek nem kellett kenyér. A Counters kabin se. Lehet, hogy a izéhez a buffhoz? Tehát nem tudom, itt a sawmill, de neki hal kell. Ezeknek is hal kell. A kőfejtőnek is. Valakinek kellett valamilyen húsféle, szerintem a kovácsnak talán. If there is a job to do, I can get it done. Ja, szerintem azzal lehet boostolni, tehát a kaja az nem ilyen alapszükséglet, hanem csak ilyen boost, hát, tulajdonképpen. We are prepared. Enemy in sight. Need an ambush? Who shall I watch? Enemy in sight. Jó, hát azért nem kicsi. Need a scout? Enemy in sight. És akkor itt van a... hát igen, a sztóriuk. Kellene még katona? Hát kéne. Csak hát ugye az meg fegyver kell. Na. Srácok. Our scouts discovered a landmark. Enemy in sight. Hát veszélyesek ezek a dolgok, na. Na és akkor... Jó, itt találtunk vasércet. Egy kis szén kéne. Hát itt nincs szén. Shit. Na jó, ezt itt leszedjük. Közben addig terjeszkedünk erre. I love hard work. Like a feather.
Hát igen. Gondolom azért nem az előző küldibe használtuk el az összes szenet. Ok. Ez akkor meg is van. Enemy in sight. Igen, és ez már közel vagyunk az ellenséges területhez. Is there something to do? Emiatt aggódtam is egy kicsit. Hard work is good work. Na, ezt behordjuk, azt tuti. Ja, és akkor itt van valamennyi fegyver. Szerintem az kb. Amennyi... így elpusztulhat. Tehát azokat a katonákat tudott pótolni, amik így eleshetnek. Aha, oké. Tehát akkor itt már ilyen határvillongások előfordulhatnak. Oké. Hát eddig terjeszkedtünk. Shit. Our army is under attack. Ez így nem lesz jó, az a helyzet. Enemy in sight. We are prepared. Our army is under attack. Enemy in sight. Enemy in sight. I don't feel very well. My body hurts. Our army is under attack. Our army is under attack. Shit. Leszették a scoutokat. Our army is under attack. Ó, basszus, nagyon sokan vannak. Jó, ezt kilootoltuk. Aggódom egy kicsit. Nem lesz ez így jó. De honnan szerezzek szenet? Hát lehet, hogy itt lenne. Csak itt már tényleg portyázik nagyon az ellenfél. Ajjajjaj. Hát mindegy, terjeszkedünk egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. De most ide építsek vasércbányát úgy, hogy itt kóbáljuk az ellenség folyamatosan. Nem lesz ez így jó. Annyi katonám van összesen. Mindig most tudunk csinálni.
mert lootoltunk. Recruitment complete. Jó, hát ide leteszünk akkor egy vasércbányát. Hol is van itt? Építsünk ilyen távört. Heal fókusz. Ó. Akkor ez heal el. Ez pedig ilyen. Őrtorony. Hát ledobunk ide egyet. Lehet, hogy ide is. Mert mint hogyha itt, ezen a területen portyáztak volna. És kéne rezidens is. Hát szerintem itt fából szenet nem lehet csinálni. Gondolom, bár... Nem, sajnos itt nem. Vaskarikát? Hát igen. Az se lenne rossz. Na jó. Ez beindult. Ezt majd csak megcsinálják. Jó, hát nem tudom, ilyen tóvert építsünk-e még. Mi baj lehet. Végül is, hát igen, kő az kell hozzá, de nem vészes. Jó, bevédjük a helyet, hogy áll itt a, igen, most a mérnökök ugye építkeznek. Deposit depleted. Hát akkor építünk ide quarry-t is. Miért nem tudok ide quarry-t építeni? Azt írja, hogy ide nem jó. Jó, hogy ide bánya kell? Lehet. Stone mine. Igen, mert ez kőbánya, nem pedig kőfejtő. Oké. Okay. Mondjuk ez legalább unlimited. Na, vasércbányánk beindult. Szuper.
Akkor építünk ide egy kőbányát. Na és akkor lesz kő. Jó, hát fa az. Az gondom van. Mert még elég sok fa van. És ez regrowing. Vagy regrowing pontosabban. Szóval ezzel szerintem nem lesz gond. Tehát akkor fa lesz. Kő most már lesz. Ó. Be kéne kötni a... Tehát. Jó. Tehát az rendben van. Akkor szén kéne. Még mindig. Jó, mérnökök építkeznek. Igen, most az építkezés leköti a mérnököket. Serit Adri, ez egy remek kérdés. Teljesítményből a decibelbe, hogy számolunk át? Hát fogalmam sincs most így hirtelen. Mit szeretnél, miért kell a decibel? Hát az, hogy hát vezeték vagy vezeték nélkül, az tök mindegy. Most az, hogy mi a közeg. A teljesítmény is, meg a decibel is értelmező van mindkét esetben. És volt ilyen órai feladat. Érdekes. Hirtelen nem látom értelmét. Én, persze ez nem azt jelenti, hogy nincs értelme, csak... Mindig van mit építkezni. Na jó, hát akkor... Oké. Jövünk ide területet klémelni. És akkor a sereget kivezényeljük ide. Hát sejted, én nem tudom. Én nem emlékszem ilyen. Biztos, hogy valahogy van, nyilván van összefüggés, csak... Fogalmam sincs, hogy nem emlékszem ezekre. Nem is vagyok benne biztos, hogy nekem kellett ilyet csinálni annó. Nem rémlik. If there is a job to do, I can get it done. Oké. Okay. A seregem méretével nem vagyok megelégedve.
De majd ide fölhúzzuk majd Dunaújvárost. Reméljük itt lesz szén. Hát mondjuk erre nem tudom mennyire lehetett volna még terjeszkedni. Az a baj, nagyon jöttek itt már ugye a ellenséges terület. Jó, hát ahogy itt látom van bogyó is. Lehet, hogy érdemes ide lenne letenni ide egy... Forager hátot. Ez pár mérnököt most el fog vonni, de nem baj. Van elég alapvetően. I sure can use the exercise. Ready to serve. What's up? I'm already en route. Envoys asked me to wait right here. I hope everyone is safe. If there is a job to do, I can get it done. Na, lássuk, mi van itt. Ennél közelebb nem akarunk menni. Resources found. Resources found. Resources found. Ez egy remek hír. Úgyhogy akkor. Duty calls. Itt akkor kezdhetünk is építkezni. Szóval, hogy kéne, akkor... Hát, kezdetnek őrtorony. Az okvetlenül. De egyet-egyet ledobunk. Hát, egy párat ledobunk. És akkor... coal mine. Egy elég lesz egyelőre. Nem kell túlzásokba esni. Jó, és akkor ide beindítjuk a fegyvergyártást. Szerintem itt jó helye lesz Dunaújvárosnak. Hogy is kell? Furnace meg Blacksmith. Ugye, mert ez szén kell és vas. Ez meg vasat csinál, jó. Hát akkor kell még egy szénbánya majd. És Blacksmith. Igen. Jó, és akkor még egy szénbányát ide ledobunk. Nem tudom, lehet, hogy kéne egy raktár. Nem emlékszem, akkor át kell vinni ugye egyik raktárból a másikba.
Most ez nem rémlik, mint... Mire jutottunk múltkor, szerintem át kell vinni. Úgyhogy akkor majdnem mindegy, hogy van-e vagy nincs. Na mindegy. Annyira nem kell sietnünk. Végül is. De nem időre megy, szóval akkor megvárjuk, amíg kitermeli. Ugye vasércünk már van. Ez már megy egy ideje. És már van lesz szén is, meg vas konkrétan. És akkor beindul a fegyvergyártás. Ja. Na és akkor itt lehet bogyóval boostolni. Jó, és van már bogyó. Egy bogyó már van. Nagyon jó. Ok. Jó, hát ez jónak tűnik. Ja, igen, itt az utat kéne már megépíteni. Igen, csak ugye az is mérnökök kellenek. Hát itt már építik az utat. Jó. Na, seregünk csak ilyen lehet? Tehát ez a háromféle. Standing by. Úgy néz ki. Tudunk-e valamit még? Ranch. Ez a gabonából csinál húst vagy szamarat? Oké. Coachmaker. Ez szamarakat tud toborozni. Az érdekes. Jó. És itt a defense. Hát lehet így Bastion fölhúzunk még ide. Shady Tavern Shrine Academy. Lehet, hogy az akadémiában majd lesz komolyabb, tehát más, mondjátok már, egység, tehát katona. Jó, ide ledobunk egy ilyet, csak már majd a sereggel lehet ide vonulunk vissza. Hogyha baj van. Jó, itt az utat mindig... Út az mindig kimarad. De jó. Oké, és... Hát ilyet fogunk termelni. Most egy darabig. Hát ez nem jó megoldás szerintem így. Az a helyzet. Szerintem itt is az lenne jó, hogyha meg kéne adni, hogy... miből hány darabot csinálni, tehát nehogy... Na, mindegy. Még ebbe is van ráció, hogy miért így van. Köszönöm a csírt. Hát igen, ez a csatornapon nem tudom miért nem működik. Majd a pull requestre ránézek akkor. Na. És akkor elvileg most már beindult a fegyvergyártás is. Building is far away from warehouses. Akkor csak kell egy warehouse. Damn. Hát majd leteszünk ide egyet. Hát ide egy kicsit bentebb. Hát az előbb, múltkor is review nélkül mergeltem, de valamiért nem... Tehát nem néztem meg.
Na mindegy, majd utána olvasok, hogy hogy kell review nélkül merge-elni. Tehát mi az a gomba, amit meg kell nyomni, mert múltkor se néztem rá a kódra magára. Nyersanyag van ehhez? Jó, van. Ja, csak érkezik. Ja. Na, hát szerintem ennyi távőr elég lesz. Remélhetőleg. Nem tudom. Én jönnék egy kicsit erre észak fele. Itt észak-kelet. Lehet, hogy pár katonával meg scouttal elindulok. What's up? Standing by. Csak az kéne scout. We're prepared. I sure can use the exercise. What's the target? Okay. Picit körbenézünk erre, hogy érdemes-e egyáltalán elmenni arra. Tehát keresek valakit, aki review, aha. Oké, tehát összájnolni kell egy review-t ahhoz, hogy el tudjam fogadni review nélkül. Érdekes. Let's get to work. Uh-huh. Jó, ránézek majd. Na, akkor a termelés az rendben van. Ó. Oh. Oké. Okay. De akkor most nincs kenyerünk? Hát ebben a warehouse-ban nincsen. De van kenyér. Oké, okay, és itt el is kezdték el hozni. És így körbe viszik, mert nem volt itt út. Oké, okay, értem, hogy miért. Semmi baj. Jó, akkor boost. Jó, és akkor ezek most kenyeret fognak fogyasztani, ez meg bogyót fog fogyasztani. Neki meg hús kell, meg neki is hús kell. Jó. Mindent értek. Tehát akkor a kaja igazából jelen pillanatban csak a boostra jó. Na, itt mi a helyzet? Ready for duty. Hát... ide beszkáutolunk egy kicsit. Enemy in sight. Aha, akkor itt van a ellenséges terület határa. Aha, ez meg szerintem meg egy másik gangster terület. Jó, ez meg egy healing tower, mint ami nekünk is van. Ez a Bastion.
ebbe az irányba lehet, hogy lehet jönni. Na menjünk. Nézzük meg, mi van erre. Ha nincs semmi, akkor nem forcírozzuk, mert igazából van mindenünk. Csak kíváncsi vagyok, hogy... hogy a mapnak ezen a részén mi van. De persze lehet, hogy az égvilágon semmi. Hát ja. On it. Így van, itt semmi nincsen. Jó, nem baj, ez is kiderült. Meg az is, hogy akár innen is lehetne támadni. Vissza is hívom őket, hogy nehogy elessenek. Még nem tudom, hogy... hát... na lehet, hogy itt ezt a területet még felderítjük. Hát, nagyon fura. Mintha itt egy ilyen nagyon keskeny kis folyosó lenne. És szerintem az is van. Na mindjárt, lemegy a cooldownja a scoutoknak, és akkor felderítjük azt a részt. Megnézzük, hogy mi lehet ott. Ready for duty. Ready for duty. Ó, nagyon jó. Halad a fegyvergyártás. Jó, az emberre is figyelni kell, hogy ember anyag legyen. Építsünk házakat. Csak hogy legyen még... Csak hogy ne legyen gond azzal, hogy elfogy az ember. Lehet, hogy egy kicsit overkill ez a mennyiség, de... hát mindegy. Biztosra megyünk. Hát igen, most ezen gondolkodunk, mert ez egy nagyon hosszú határszakasz. Jaj. Hogy lehet, hogy csak nem erről kéne támadni. Hanem valahogy... erről megindulni, és itt szépen lebontani a ellenséges állásokat. És itt végigjönni. És akkor végül is itt nincs sok minden, tehát innentől keletre. Tehát itt lehet a falu határa gyakorlatilag. Itt van egy tower. Recruitment complete. Ja, tehát ez itt a falu határa gyakorlatilag. Meg ez. Hogy tény, gazdasági, itt is egy tower. Hirtelen nem tűnik olyan vészesnek, persze ki tudja, hogy erre még mi van. Nem ezen a részen. Lehet, hogy ezt is felderítjük majd. De akkor lehet, hogy csak erről fogunk indulni a sereggel. Na, mi van itt? Enemy in sight. Aha. Két healing tower. Enemy in sight. Hát, és nagyjából ennyi. Két healing tower, katonák. Jó, hát akkor erről fogunk támadni, és nincs olyan sok katonája egyébként ezen a részen. Legalábbis, amit most látunk.
Jó, hát... Szerintem át is vezényelem őket. Mozgósítunk. You need protection? Jó, itt a távörök védik az épületeket. Legalábbis így rendben leszünk. Oké. Hú, itt ez termeli ám a fegyvert. Pörög, mint a fene. Most hát csinálunk íjakat is, mert... Archer is kell majd. Jó. Szerintem ez így jónak tűnik. Erről megindulunk. Végülis itt akkor csak a katonák tudnak támadni minket, tehát a gyalogság. Mert ez, mondom, healing tower, ha jól értem. De mindjárt ránézek megint. Defense your territory within its range. Heals friendly units. De mondjuk támad is. Oh. Can only attack one enemy unit at a time. Repairs the tower. Milyen tower? Na jó, mindjárt kiderül, hogy működik. Ready for duty. Recruitment complete. We are prepared. Of course. Az, hogy tehát a friendly unitokat híleli, az oké. Okay. Az világos. Tehát akkor ide tudunk visszavonulni, hogyha baj lenne. Hát, mert hogy itt kéne egy picit felfedezni. Mert már mondjuk itt van a healing tower. Szóval, hogyha eljutunk idáig, akkor ide vissza tudunk vonulni. Jó, akkor az a feladat, eljussunk idáig. Nagyjából, erre a részre. És hogyha... Ha nagy a gigszer, akkor visszavonulunk ide. Gyógyulni. Hát, haditerv. Aztán, hogy mi valósul meg belőle? Asked me to wait right here. Bandits in sight. This is a good day. Easiest job today. Jó, és most már csinálunk ilyen heavy egységet is. Hát, aztán meglátjuk. Haladunk, ameddig haladunk. Mondom, én nem látok különösebben nagy akadályt ebben. Hát ránézhetünk, még itt van egy kis rész, amit felhő fed. Semmi nincs ott. Watching. Jó, hát ez szerintem fölösleges megnézni ezt is. Hova kukizzunk még be?
Hát itt a határa valahol. Hát ide még benézhetünk. Hogy erre mi van. Na. Ja, túl messze van. Recruitment complete. Enemy in sight. Hát. Enemy in sight. Hát akkor megpróbálunk itt elsőnyogni valahol lent. I'll find a way. Nem biztos, hogy olyan jó ötlet volt itt nyílegyenesen berassolni az ellenfélhez. Elsőnyogunk itt lent, és megpróbáljuk hát, ha itt már a range az rendben van. I'm leading the way. Viszont valamennyi intuíciót akkor már kaphattunk a enemy in sight. Ellenség létszámából. Hát azért van. Order received. Nem túl aktívak. Amúgy. Moving. Na lássuk, hogy innen már be tudunk-e oda nézni. Igen. Aha, hát igen, ez a... Itt van egy kikötő. Enemy in sight. Jó. Oké, akkor ezt itt hagyjuk. Ezt a recruitot. Ready for duty. I'm gathering information. Concealed, invisible from afar. Hát reméljük nem veszik észre. We're prepared. Ah, shit. Hát, haver. Kiváló ügynök volt. Na jó. Lassan befejezzük a izét. Trénelik ezt az adag egységet. Aztán támadásba lendülünk. Standing by. Ready to serve. Enemy in sight. Úgy hatósával vannak. Hát meglátjuk. Mégis termelés az folyamatos. Szóval talán, talán rendben leszünk. Annak örülök, hogy az ellenfél nem támad meg minket. Az bonyolítana a helyzeten. Hát a meccs elején egy kicsit úgy krúzoltak, meg úgy átkalandoztak hozzánk, de azóta nem nagyon forszírozzák. Na, még ezeket megvárjuk, aztán mehetünk is. Ó, oh, nincs elég ember. Ó. Oh. Semmi baj.
Még építünk lakóházat. Mondom, hatalmas overkill szerintem ez a sereg ide, de... Na mindegy. Jó, menjünk. Who shall I watch? Hát, lehet, hogy ezt valahol itt hagyjuk. Csak hogyha ide be kell nézni valahova, akkor be tudjon. Na, akkor meg vagyunk. Na hát akkor induljunk meg. Hát ez... Meglátjuk. Gyerünk. Recruitment complete. Enemy in sight. What? Target in sight. Enemy in sight. Ha, hogy fölhílelt a torony? Ez nem jó. De láttátok, hogy fölhílelt a torony? Jó, hát akkor kell még pár egység. Enemy in sight. Nagyon jó, hogy most támadásba lendültek. Our homes are under siege. Jó, nem baj, legalább ők is fogynak egy kicsit. Who shall I watch? Moving. Tehát ennek a távolnak area damage-e van. Csak egyet tudtam. Oké. Jó, nem baj amúgy, hogy megtámadtak, mert tényleg egy kicsit fogytak ők is. De ezen nagyon meglepődtem. Akkor milyen egységgel kellene menni ellenük? Vagy hogy? Recruitment complete. Enemy in sight. Hát
Hát mindegy, akkor tovább építjük a hadsereget, csak... Nem, ez a fura, hogy... Na mindegy. A távert újra építjük. Igen, single player, persze. Ez a campaign mód. Csak akkor ezek szerint még nagyobb hadseregkel. Mert ugye más nem tudunk készíteni. Ugye Training Ground, Tower, Bastion, hát van ilyen decoy, de ez csak elterelje a katonák figyelmét. A többi meg nem ilyen támadó egység. Hát gondolkodok, hogy mivel lehetne még, hogy terjeszkedni, csak hát... Hát nem tudom. Mert így is már elég közel van az ellenfél határ. És megint megindulnak a seregek ellenünk. Hát mindegy... Képezünk hadsereget, aztán meglátjuk. De az, hogy ez a tower mekkorát hílelt magán, az nagyon meglepő volt. Na jó, hát mondom, ennyi ízél még, hogy sok katonája esett most el. Meg egy épülete is ledurrant. Hát ha ez javít a helyzeten. Tehát egy kicsit könnyebb lesz. Already en route. Meg gondolom a... Hát... Igen, biztos, hogy ott vezet át az út. Tehát azért is jó, hogy itt körbejöttünk. Most azon gondolkodok, hogy lehet még a tombhoz eljutni. De... Erre biztos, hogy nem. Tehát nem tudom kikerülni. Tehát mindenképp itt az ellenfélen keresztül kell. Az meg csak úgy lehet, hogyha... Hát igen. Jó, na mindegy, ezen meglepődtem, hogy ekkora sereg nem volt elég, de semmi baj. Felhúzunk egy nagyobbat.
itt training grounds-al. Hát mondjuk azzal csak meggyorsítanám. Jó, van, kivárjuk. Az a baj, nem látom azt, hogy mivel tudnék ütősebb sereget csinálni. Mondom, itt vannak a military egységek, és csak training grounds-on van. Shady Tavern, Shine, Academy, ez itt se, ezek nem elérhetőek, mert ugye ez a kettő van, a Tower meg a Bastion. De ez védelmi. Nevermind. Ez rettenetes. De köszönöm. Igen, lots of training. Range unitja nagyon sok volt egyébként. Azt láttam, tehát hogy archere rengeteg volt. Let's get to work. Vagy lehet, hogy nem ilyen egy nagy rohammal kéne, hanem le kéne csipegetni. Nem tudom. Tehát nincs semmi más, ez a három lehetőségem van. Ugye ehhez ilyen érme kell. Meg ez nem is, nincs is nagy damage-e. Hát igen, az is, hogy visszatermeli a katonáit. Mondjuk, ha innen területeket csipegetek el. Tehát ezeket lerombolom. Hát... Tehát valahogy ide föl tudnám tolni a hadseregemet. Tehát mondjuk idáig. Akkor hát, azt nem tudom, hogy tudok-e klémelni ellenséges területet, de akkor... Mondjuk itt ezt valahogy meg tudnám szüntetni. Nem tudom, hogy működik a játék pontosan. Ez a gond. De hát mindjárt kiderül. Mert itt... Tehát hogyha ezt el tudnám vágni, akkor már annyival is előrébb vagyok, és akkor már itt van a falu határ. Itt meg hát van egy tower. Két tower. Itt még tower sincs. Itt se látok. Meg erre itt már lehet, hogy ez a falu széle. Tehát nem tűnik olyan vészesen soknak amúgy. Ezt a részt kéne itt lerombolni, az mindenképp szerintem kell. Na mindegy, termeljünk még egy csomó archert, aztán megindulunk megint. Most van ilyen heavy. Lehet, hogy ez volt a gond, hogy eddig ilyen heavy nem volt valami sok. Na meglátjuk. Hát igen, ez... Értem én, hogy ez még a játék eleje. És hogy később valószínűleg jóval több féle egység lesz, csak akkor az elején ne adjon ilyen nehéz feladatot. Tehát kicsit úgy érzem, mintha nem lenne balanszba az, hogy mi a tennivaló. Ugye, hogy lenyomni ezt az ellenfelet. Meg az, hogy milyen eszközeim vannak. Mert oké, végülis ugyanazokat az épületeket húzza föl ő is, mint én.
Csak... hát nem tudom. Valamit még adhatna a kezembe, amit használhatok. Hát mindegy, lehet majd később lesz. Meglátjuk. Ebbe a küldibe biztos nem lesz. Tehát ebbe a meccsbe. Jó, hát tényleg nem tudunk mit csinálni, most várunk, amíg legyártják a fegyvereket. Kiképzik a katonákat. Recruitment complete. Hát halad szerintem innen lehet szerezni, valószínű ide lehet tenni ilyen, lehet építeni ilyen halászházat, ugye van kikötő is, tehát azt is lehetne. Jaj. Tehát egyrészt itt van egy fisherman's hut. Ja, ezt akár ide is lerakhatnám, mert itt írja, hogy viszonylag jó a... Hát itt már annyira nem jó. De ide valahova lerakhatnám, és akkor lenne hal. Kikötő meg... Hol volt? Igen, itt van kikötő. De meg lehet trédelni. Hát ezt... mit tudom én, hogy hova lehet lerakni. Gondolom közvetlen a vízpartra. Ja, mint ahogy itt is van ugye a maruknak, ja, mondjuk ez marketplace. Nem tudom, valamelyik lehet, nekik is van kikötőjük, nem tudom. Azt nem tudom, hogy velünk mit lehet trédelni. És az, hogy ilyen coint viszek. És az, hogy ezeket meg nem tudom, hogy micsoda. Hiába kattingatok, nem ír ki semmit. Még lehet nem ártana tudni, mert még lehet, hogy hasznos. Kicsit bekukizunk, hogy mi a helyzet. Most hány katona állomásozik itt a környékbe? Enemy in sight. Nem tűnik soknak. Ugye ennek is AOE damage-e van, ennek a távőrnek. Tehát valahogy ezt gondolom itt ki lehet kerülni. Hát lehet, hogyha itt eljövök, akkor meg tudom úgy támadni, tehát ha itt szélen jövök be. Recruitment complete. Tehát hogy kikerülni ezt a tower-t. Előbb-utóbb le kell azt is nyomni persze, de... hogy ugye oda mozgósítja a katonáit, akkor lenyomni ezt a tornyot, és akkor utána úgy haladni. Hát, látjuk.
És megint kiképzek egy ilyen 70-es sereget. Aztán megint legfeljebb annyira lesz elég, hogy egy tornyot lenyomok. Úgyhogy tényleg igazából mindent használok szerintem, ami a kezem ügyébe került, tehát amit használtok most. Jó, hát horgászom nincs, de... Nem is tudom, az mit boostol. A favágót, de annyi fán van, mint a szemét. A fűrészüzemet. Tehát fölösleges a hal, mert rengeteg fán van. Ugye bányákat építettünk, ugye fegyvergyártás az van. Recruitment complete. Ugye engineer nem kell, ugye ez a toolmaker, tehát az a szerszám, ugye az engineeröknek kell. Guild hall van. Coachmaker. Hát ezt se pontosan látom, most tudnék termelni szamarat. De gondolom az arra van, hogy gyorsabb legyen az áruknak a körbeordása. Nyilván nem military unit lesz. Ugye militaryből meg mindenem van. Itt ugye a szűk keresztmetszet a training groundsnál nem az, hogy maga a training, tehát a kiképzés lassú, hanem a fegyvergyártás. Lassú. Recruitment complete. Hát mindegy, megpróbáljuk így brute force-al. Aztán meglátjuk. Még ilyen heavy-t gyártunk. Mert Archer van, melee van, meg akkor ilyen heavy-t csinálunk, mondjuk egy 10-et. Azt akkor megindulunk. Jobb ötletem nincs. Tényleg ennyi, egy kicsit nehezebbnek érzem ezt a küldit így, tehát második küldetésre egy picit talán sok. Jaj. Nem azt akartam. Szaggatok néha? Hát igen, a játék egy kicsit jobban igényli a GPU-t. Aztán néha izé is beszaggat a Nvidia Broadcast. Ugye a háttérleszedő. Hát mondom, ezeket akkor lecsipegetjük, ahogy sikerül. És akkor onnantól szabad az út egészen idáig. Nyilván katonákat majd fog küldeni. Akkor ide-vissza lehet vonulni. Ja. Hát... Tényleg más eszköz nem nagyon, nem tudok mit csinálni.
situation is under control. Just one more delivery. Addig nézzük meg a várost. Nem néz ki amúgy rosszul a játék, tehát... Mondom, hogy nincs túl bonyolítva alapvetően maga az egész Márnika. Persze majd később kiderül, mert nem hiszem, hogy annyi az összes eszköz, ami itt van. Szerintem lesz itt még bőven, csak most egyelőre ennyit mutat. Hoppá. Just one more delivery. Just one more delivery. Hasonlít egyébként ez a... Nem véletlenül a Anno 1800-hoz. Ha így rázumolok, akkor hangosabban hallom, hogy mi történik az éve. Nincs hallani a lakókat. Ja, hát... Nyilván ugyanaz fejleszti, szóval... Nem olyan meglepő ez. Na. Akkor egy adagot még lenyomunk. Aztán megindulunk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ezeket kiképezzük, aztán... Meglátjuk. Hogy a pörkölt a bográcsba. Az Ancient Tomb, hát itt a térképen mutatom. Hát itt vagyok én, ez a széle. És ez a sárga mirügy. Tehát oda kéne eljutni. Tehát ezért kell átmenni az ellenfél bázisán. Ezért kell először lenyomni a ellenfelet. Na. Jó, közben azért a fegyvergyártás menjem. Nem is feltűnő, hogy mire készülünk. Oké. Recruitment complete.
Enemy in sight. Oké. Okay. Megpróbáljuk kihúzni őket a bázisról. És nem ott a torony alatt fájtolni, hanem itt kint. Mely legalább a toronynak a damage-ét azt nem nyeljük be. Neki meg hátra előbb-utóbb elfogy. Hát azért vannak vagy ketten. Csak jönnek, csak jönnek. Hát a melee atakosok elfogytak, maradjunk annyiba. Jó. Na most az a kérdés, hogy van-e még nek... Okay. Duty calls. Arrows ready. Hát így meg kevesen vannak, az a baj. Kösz. Hát jó. Na, most megöltem egy csomó katonáját. Most nyilván valószínű ő is elkezdi újra termelni. Gondolom legalábbis. Csak így akkor ez így elég hosszú lesz. De én most eljöttem több mint 60 katonával, majdnem 70-nel. És tulajdonképpen jó, megöltem egy csomó katonáját, de semmi előrehaladást nem tudtam nem tudok felmutatni. Recruitment complete. Én is scoutolni egy kicsit. Enemy in sight. Hát hogy mégse. Enemy in sight. Order received. Enemy in sight. Enemy in sight. Jó, hát nem tudom, lehet, hogy neki most nincs katonája, akkor mondjuk nekem sincs.
majd gyorsan képezünk ki, amennyire tudunk. Csak mondom ezt, hogy a fegyverek olyan ütemben termelődnek, amilyenbe. Lehet, hogy akkor azon kéne gyorsítani. Hát éppen lehet. Még teszünk le bányát, meg... Az merész volt. Hát ez az AI nem fogja átvenni a hatalmat az emberiség fölött, ezt már most mondom. Bár lehet csak elterelő hadművelet volt. Jó, hát akkor még több nyersanyagot termelünk. Még ledobunk még egy szénbányát. Nem dobunk le több szénbányát. Igen, hát ez szenünk nincs. Az itt most egyértelmű. Mondjuk vasérc van sok. Meg most, de hát igen, hát szén nincs. Itt valami nem nincs rendben a balanszal. Tehát maximum pörögnek boostolva a szénbányák. Ugye ennyi szénbányát adott a játék. Mert a többi az ellenséges területen van, tehát... Igen. Itt, és ez is vasérc. Egy része. Erre, hát itt mondjuk van. Hát talán arra el lehetne terjeszkedni. De az a helyzet, hogy most ezt fölöslegesen építem itt a vasérc bányát, mert szenünk nincs. Ja. De esetleg azt tudom, hogy erről leveszem a boostot. Mert ugye a vasból többlettermelésünk van. És akkor hát, ha maradt több szén. De ennek semmi értelme nincsen. Jó. Tehát az a baj, hogy kevés szénbányát adott a játék. Egy vasércünk van, lesz annyi is, mint a szemét. A szén volt a kevés. El kellett volna ide jönnöm. Hát nem tudom. Na mindegy, pörgetjük a sereget, aztán meglátjuk. Fura nagyon... hát itt nincs RNG, szerintem a map az fix. De most megpróbálunk egy gyors sereget toborozni, és akkor gyorsan megpróbálni ledönteni ezeket a tornyokat. Hát ha még nincs... nincs serege, addig ezeket legalább le tudjuk bontani. Hát szerintem ez nem random map. Tehát szerintem a map az fix. Campaign módba meg... Hát miért lenne random? Mert online módba lehet random a map. Mondjuk az se biztos, hogy olyan jó ötlet, hogy randomizálsz mapot. Mert hát lehetne csak a végére olyan sok ilyen megkötést kell tenned, hogy már egyszerűbb, hogyha nem randomizálsz, hanem akkor fixen odaadod.
vagy 15 Archer termelünk, aztán megindulunk. De lehet amúgy, hogy itt van szénmező. Tehát itt. Csak hát ide eljutni. Főleg úgy, hogy itt van a ellenfél területe, mondjuk ő nem nagyon terjeszkedik. Ide meg lehetne végig távöröket építeni. Hát igen. Na mindegy, megpróbáljuk így. Hát igen, most van már szenünk. Ugye, hogy levettem a boostot a furnace-ről. És akkor most lerakok még egy fegyvergyárat, akkor mindkettő elkezd fogyni. Hát próbáljuk meg. Jó, hát persze nem lóverseny ez a műfaj. Fú, egyre jobban bugol a fészkem. Ja. Hát igen, megizzasztja a Settlers. Nem probléma ez, hát azért szépen néz ki a játék, tehát nem, tehát csúnyának semmiképp nem mondanám. Azért érthető, hogy egy, hát most jött ki ez a játék múlt héten. Azért egy, az, hogy egy új játék megizzaszt egy előző generációs videókártyát, az azért nem olyan meglepő. Na, lassan tényleg megindulunk. Ó, nem csináltam millit. Csak heavy-t. Heavy van meg Archer. Még akár jó is lehet. Damaging honnan lesz? Ready for duty. Igen, kellene ilyen is. Ah, na jó, akkor még... Még csinálni, jó. Na, így van, és akkor most a szén, meg a vas elkezdett csökkenni. Nyilván ahogy várható is volt. Tehát mondom, a szénnel nem vagyok kibékülve. És egyébként ez a annóban is az szokott lenni általában, hogy minél szén fogy el.
30-80-on nem kéne. Hát... Én az egy kicsit megengedőbb vagyok. Na jó, de az, hogy mi a minimum meg az ajánlott videókártyák meg gépigényez, olyan, mint az autógyárak, amikor kírják, hogy mennyi az autó fogyasztása, hogy köszönő viszonyban nincs a valósággal. Nem is tudom, miért röhögtem múltkor, hogy minek írtak ki 1080-at ajánlottnak, de valamilyen, hát nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, ilyen Doom Eternal vagy ilyesmi szintű játéknak. Tehát... Jó, az annó az nem. Például az amikor annóztunk, akkor azzal nem volt gond. De az régebbi játék is nyilván. Jó, nem azt mondom, mert biztos lehetne rajta izélni, meg én is lentebb vehetném, mert minden ultrám van meg maxon. Tehát én is lentebb vehetném egy kicsit, de... Ja, ez még belefér. Megmondom, itt szerintem az Nvidia Broadcast is egy kicsit... klánki, hogy úgy mondjam, mert alapvetően jó, rendben van a deep learning inference, szóval igazából egy kenyérpirítón el kéne tudni futnia, csak... Na mindegy. Sok a ha. Hát igen, nagy a kontraszt persze, hogy 970 az ajánlott nekem, meg a 3080-on, de maga a játék nem szaggat, tehát tökéletesen fut. Csak tudod ez, hogy én... Tehát fut a játék, ugye megy az Nvidia Broadcast, streamelek, és még rögzítek is. Tehát szerintem ez, hogy ennyi dolgot csinálok egyszerre, ez a fő gond. Hogy azért a rögzítés, meg a stream is... A stream magában olyan sokat nem fogyaszt, tehát az... Az nem lenne vészes, a rögzítés, ami még nagyon sok. Hát meg az, hogy hogy egyszerre csinálom. Na, még ennyit kiképzünk, aztán tényleg megindulunk. Lassan már megint... Tegem, hol a scoutom? Megölték? Lehet, hogy... Jó, igen. De nem volt egy scoutom, aki élt. Mindegy. Kéne egy jobb gép. Hát... Lassan nem ártana. Csak... Hát igen, videókártya az, ami... Tehát ugye ez mindig egy érdekes kérdés. Hogy most gépet újítasz, és akkor mit veszel videókártyát? Manapság. Főleg úgy, hogy a... Nvidia 41 szériában egyedül a 4090 az, ami ér valamit. Csak az meg rohadt drága. Na, induljunk meg! Tehát amin a 4090-60, 4080 meg nem is tudom, a 70 vagy mi jött ki, az... Árérték arányban nevetséges. Mondjuk a 4090 is, tehát az, hogy mi kerül ennyi pénzbe egy videókártyán, ezt én nem fogom tudni megérteni soha. Tehát nevetséges, hogy mit tudom, ilyen 2000 fonti árulnak videókártyát, hát... Én emlékszem a 980-amat. Azt 160 ezer forintért vettem. Újonnan. Nem 1 millióért meg.
Na jó, megpróbáljunk megint ugyanazt a taxot, kihúzzuk a katonákat. Recruitment complete. Of course. Hát ha most nem ilyen endless stream lesz a... Hát pedig jönnek. Moving out. Enemy in sight. Ja, persze, nyilván nem itt a... Nekem az a stream meg a rögzítés az, ami... Ami miatt... Több kell. Meg... Az, hogy nem kell... Ugye... 1440p-be, meg nem kell full ultra minden grafika. On patrol. Én csak azt mondom, hogy a 41 széria az rettenetesen drága, tehát indokolatlanul túl van szerintem árazva. Mondjuk most egy kiló kenyér is túl van állandó. Mekkorát healert láttátok? Ennek meg ugye area damage-e van. Mondjuk most már nem. És valaki lövi érted a favágót. Na. Úgy tűnik, hogy rendben vagyunk. Talán megindul a dolog. Mondjuk az is hozzátartozik, hogy nem kötelező Nvidia videókártyát venni. Tehát az AMD-k is aránylag jók. Ami nekem egy kicsit probléma, hogy ugye a stream miatt ugye az Nvenc encoder, az Nvidia encoder az igen jó. Nagyon hatékony. Hát igen, azok sem volt sok, ez is igaz. I don't feel very well. Enemy in sight. Enemy in sight. Kicsit még megyünk előre. Aztán utána visszavonulunk healelni. Itt van egy torony. Igen. Szerintem most vissza... Visszavonulunk. Recruitment complete. Leroy Jenkins. Nem. Target in sight. Healelni vissza kéne vonulni, az a helyzet. Sight.
toronyig elmegyünk, szerintem. Aránylag jók vagyunk, és kéne egy pár mérnök, és itt el kéne kezdeni egy kicsit terjeszkedni. The envoys asked me to wait. Our army is under attack. Quickly. Moving out. Order received. Hát, ezt még le lehet durrantani, nem? Sőt, igazából erre is el lehet jönni. Ha, akkor csak eljövünk még erre. Meg lassan jöhet az erősítés. Sőt, le is küldjük ide a... Recruitment complete. Quickly. Ready. Az ott csak itt áldogált. Na mindegy, egyébként... Alapvetően, hogyha leveszem a videókártyát, tehát hogyha azt nem veszek, akkor egy elég jó PC-t össze lehet rakni azért, tehát egy videókártya árából. De jó, lassan tényleg gondolkodok gépfelújításon én is, mert hát az, ami most van, ez most ősszel lesz 5 éves. Szóval lassan már érzem én is, hogy eljár felette az idő. Enemy in sight. Standing by. I need a break. Enemy in sight. Ja, ezek maguktól is hílelnek. Oh. Bandits. Akkor mi értelme a healing tower-nek? Enemy in sight. Any orders? Recruitment complete. Megpróbálom itt a mérnökökkel elvágni a területet. Enemy in sight. Majd ha dobom ki, akkor mutassa meg. Army is under attack. Jó. Never mind, majd szólok mindenképp, hogy... Hogy hova dobtam ki a régit. Ready. Where can I help? Megpróbálom itt ezt a területet átvágni. You need protection. I need some rest. Enemy in sight. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, hogyha itt átvágom ezt a területet. Ready. Az, hogy ez így abba hagyja a
feladatot szó nélkül. Ready to serve. Na mindegy, szóval az mindenképp lassan jó jönne, meg hát mit tudom én, azért most videókártyát nem akarok venni nyilván, mert most tehát nagyon nagy butaság lenne szerintem a 3080-at lecserélni 4090-re, vagy akármire. Hát ez a területe megmaradt. Én azt hittem, hogy ha így elvágom, akkor... akkor ez így megszűnik, de nem baj. Akkor így simán elfoglalom, az kész. Where shall I go? Can I carry more? Is there something to do? Enemy in sight. Na, akkor most egy kicsit visszajövünk. És szerintem a sereggel megtámadjuk a tornyot. Ezt a tornyot, tehát a teljes sereggel. Megpróbáljuk gyorsan leszedni. Mert milyen procid van, nevermind. Duty calls. Ja jó, hát Seon procival könnyű. I can build almost anything. I love hard work. Igen, a hyper-threading-es. Oké. Na. Csapjuk le azt a tornyot. Várjatok csak. Nézzük. Hát igen, az teljes szerver architektúra akkor. Kit kergettek ezek az őrültek? A mérnököket? Just a few bruises. My body hurts. Threadripper, hát jó, persze. Ez valóban upgrade. Nem, amúgy néztem a... Persze AMD-nek is vannak jó processzorai, Intelnek is vannak jó processzorai. Bár most az AMD szerintem kicsit előnyben van. Nyilván a, mondjuk a 13. generációs Intelek már elég jók. Mondjuk igencsak brute force-osak, mert az összes áramot fölveszik, ami létezik. Tehát az összeset. Itt a kövi torony. És az szerintem az utolsó torony. Meglátjuk. Addig lebontogatjuk a falut. Gyártunk erősítést. Sose járt. Szóval... igazából arra lehetne fejleszteni új processzor, csak hát nyilván az új alaplap, memória... Ugye nekem még DDR4, tehát nyilván a DDR5-ökkel lehetne még, ugye a PCI Express 5. Tehát ezek azért úgy nyilván sokat jelentenek. Tehát ezek azért nagy ugrások.
az eddigiekhez képest. Na jó. Itt szerintem az ellenséges területet elfoglaltuk. Úgyhogy... itt meg is állunk a mérnökökkel. Landmark? Ah. Stashed goods. Micsoda? There's nothing I can't carry. I need a break. Enemy in sight. My body hurts. Okay. Ezek banditák. I love hard work. Reporting in. Let's get to work. Where can I help? Recruitment complete. Hard work is good work. Jó. Mit is kéne csinálni? Hát lootot kéne behordani. Mi az? Fa. Nem érdekel. Vasérc. Gabona. Hát valamennyi nyersanyag, de nem valami sok. Jó, akkor szerintem azt csináljuk, hogy tovább terjeszkedünk ebbe az irányba. Csak hogy vegyük el tőle a területet, és akkor nem tud építkezni. Let's get to work. Meg küldök egy kis erősítést. Hát igen, itt még kell egy kis heal. Itt még gyógyulgatni kell. Nincs elég carrier. Na jó, most már lehet, hogy elküldöm akkor a erősítést, és akkor befejezzük a küldit. A population limiten vagyunk. Okay. Mondjuk innentől szerintem már rendben lesz a dolog. Ezt a távört kell majd leszedni. Ja. Ezt megpróbáljuk így brute force-al. Hát igen, mondjuk. Életcsíkjuk aránylag jó, de nem tökéletes. Na mindegy. Várunk egy kicsit. És itt van szén egyébként. Where can I help? Is there something to do? Megpróbáljuk tényleg erővel lenyomni. I don't feel very well. Enemy in sight. Recruitment complete. Enemy in sight. Enemy in sight. Az kellemetlen. Bebugolt a játék. Olyan sok volt a egység. Igen, ez az AOE damage, ez nem valami jó. Hát mindegy.
Enemy in sight. A tornyot támadjátok már, please. Jó. Na. Innentől akkor rendben vagyunk, azt hiszem. Erre torony nincs. Enemy in sight. Ja. Akkor innentől te már rendben lesz. Küldök berősítést. Enemy in sight. Azt így megállnak. Ez zseniális. Megpróbálom támadni a warehouse-t, hát ha akkor... akkor a többi is megsemmisül. Meglátjuk persze. Standing by. Na, akkor szerintem most már mehetünk, akkor a... tényleg megnézzük ezt a... mondjad bármit. Csak a lootot behordjuk. Vagy nem? De fura, most ezt nem kell behordani már. Most nem értem, hogy lehet akkor megkapom automatikusan. Na mindegy. Megyünk, akkor megnézzük ezt a tumbot. Nem tudom, menjek egyedül? I need a break. Moving out. Order received. Duty calls. Order received. Bemegyek egyedül. Our scouts discovered a landmark. I found an ancient mural in this tomb. Now I have to accept the possibility that I am walking on the path of our ancestors. We all do. My father once showed me ancient relics and drawings when I was a child, but I have to do some research to be certain. The Maru told me of a sunken temple that is located nearby. Maybe I will find the answers there. Hmm. Okay. Oh, find and investigate the lost temple. Jó. Na, hát...
Nagy nehezen eljutottunk azért ideig, viszont itt most megállunk. Menteni hogy lehet? Én nyomkodom, itt van mögöttem egy back gomb. Azt nyomkodom, nem látjátok. De ez megint bebugolt. Jó. Oké. Hát reméljük, hogy volt itt mentés. Na mindegy. Akkor én meg is köszönöm a figyelmet. Nyilván kifagyott a játék, de semmi baj. Szerintem fogunk még vele játszani, nem tudom, hogy mikor, de majd fogunk. Hétvégén a programot látjátok, szombat-vasárnap Demon's Souls, és szerintem lesz meló stream is, csak még nem tudom melyik nap. Szerintem vasárnap az esélyesebb, vasárnap délután a szokott időben a 4 óra körül programozunk egy kicsit. Majd akkor mondom, hogy pontosan mit. Addig még én is végig gondolom, hogy akkor hogy kéne, meg mind kéne, de akkor vasárnap lesz meló stream is. Ezt az én még Discordon megerősítem majd, ha biztos, hogy így van. Na, én nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket is, legyen további kellemes estétek, és további kellemes hetetek. Szombaton találkozunk, sziasztok!